harmadnapon. És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és széltámad, és fölzeng a világ. Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnheted dobogni szíve. Harmadnapra legyőzte a halált, et resurrexit tertia die. Kezemben van a kötet, amelyben megjelent először ez a vers a harmadnapon. 1959-ben adta ki Pirinszky a kötetét, és a kötetnek is ez a címe, hogy Harmadnapon. 13 éve vége volt már a világháborúnak, amikor 1958-ban a költő ezt a versét írta. Visszaidéződtek a lágerképek, Ravensbrück, Németország, ahova őt is, mint foglyot elvitték. Talán egy hajnal emléke, talán a hideg, aztán a reggel, a délelőtt, ahogy felkel a nap, és ahogy átjárja a meleg a világot. Minden esetre ebből a hajdani emlékből, és ami később felidéződött és újra forrósodott, egy hatalmas vers született. Ez a hatalmas vers egy kis vers, 8 sor az egész, de mégis ritka ünnepélyességgel kezdődik, és fölzúgnak a hamuszín egek hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek. Először az igét, az állítmányt használja, később veti a főnevet, az alanyt, és ez ritka emelkedettséget, ünnepélyességet kölcsönöz a versnek. Valami nagy dolog történik. Valami nagy dolog történt a világban. A versnek egyik fókusza, egyik legfontosabb sora, ez a sor, hogy megérzik a fényt a gyökerek. Valami teljesen áthatotta a világot. Valaki teljesen a gyökerekig hatolt. Valakinek az odaadása, a szeretete, a megváltása mindent felhoz a sötétből, a hidegből, a mélyből. Nem mondja még ki, később is, csak a második verszak elején értesülünk, hogy megölhették hitvány zsoldosok. Talán egy kicsit itt megbicsaklik a vers ezzel a túl erős jelzővel, hogy hitvány. Meg hát Jézus nem csak zsoldosok ölték meg, ott volt a papok, az írástudók és az egész nép szavazata is. Ott volt az egész emberiség állásfoglalása is, nem csak a hitvány zsoldosoké, de e rövid megbicsaklás után újra fölzúg az egész vers. Megérzik a fényt a gyökerek. Ez a csodálatos sor a későbbiekben is érezteti hatását, amikor felhangzik végül is a sokat késleltetett sor, hogy harmadnapra legyőzte a halált, harmadnapon legyőzte a halált. És ott van előtte még a latin kifejezés is, et resurrexit tertia die, vagyis, hogy harmadnapon feltámadott. Kondor Bélát, a festő barátot, a grafikus barátot is megihlette ez a vers, az ő feldolgozását látjuk. Mégis számomra egy mai élő fiatal celldömölki diáklánynak, Németh Annának a feldolgozása tűnik a legmélyebben hatónak, a legmarkánsabbnak és a legmegrendítőbbnek. Az ő képét látjuk most. És Pirinszky verse, amely emléket állít a legnagyobb dolognak, ami ezen a földön lezajlódott, amit egy ember a maga törékeny életében egyszer átélt, vagyis hát inkább, hogy bepillantásra nyílott ebbe, átélte azt, hogy mit jelent a sötétség, a hideg megközelítése, mit jelent az, hogy megérzik a fényt a gyökerek, amikor az emberi lélek legmélyéig hatol a szeretet, az önfeláldozó szeretet, Krisztus szeretete.